Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. 17 esztendős, azaz nem sokára nagykorú lesz a Nóhegyi Szent István Borlovagrend, és én azt gondolom, hogy tekintve, hogy az elmúlt esztendőben vezetésváltás volt a nagy tanácsban, és remek új elképzelésekkel jelentkezett az új vezetés. Erről fogunk beszélgetni, vendégem pedig Mészárovics Imre, a Nóhegyi Szent István Borlovagrend nagymestere. Tisztelettel köszöntöm. Köszönöm a meghívást. No, ha bele gondolunk, hogy annak idején milyen célokat fogalmazott meg a Nóhegyi Borrend, akkor megállapíthatjuk, hogy kivonatosan ugye a tájegység szőlőtermesztési borkészítési hagyománynak ápolásáról volt szó, a minőségi szőlőtermesztés és a borkészítés propagálása, a kulturált borfogyasztás népszerűsítése, a gasztronómiai kultúra népszerűsítése, a bormarketing érvényesítése, illetve javítása, a borrendhez kötődő pincészetek borainak népszerűsítése szintén hozzátartozott, hazai és nemzetközi kapcsolatok nem különben, társborrendekkel, borászati gasztronómiai egyesületekkel való kapcsolattartás, szakmai összetartozás erősítése, a nemzeti karakter, a lokálpatriotizmus minél inkább megjelenítése, a borturizmus meghonosítása, ez mind-mind alapjaiban elindult, ugyanakkor a váltáskor önök rendkívül, én azt gondolom, hogy fontos bejelentéseket tettek, amelyekkel azt gondolom, hogy lehet javítani a borrend. Kezdjük az elején talán. Mi azt szoktuk meg, hogy egy borlovagrend, és az országban nagyon sok helyen valóban így van, ez egy zárt közösség. Ennek feloldására viszont már is történtek lépések az önök gondolata, illetve hát most már részben megvalósítása alapján. Igen, ezt mi nagyon komolyan gondoljuk, és valóban onnan kellene kiindulnunk, hogy 17 évvel ezelőtt alakult meg ez a borrend. Az én ismereteim szerint ez inkább egy ilyen kulturális, tehát annó egy kulturális egyesületként kezdte a pályafutását, és miután az Öreghegyen alakult meg, ugye illesztették az Öreghegy legendáját, és így lett a Noé-hegy, mint legenda, a névadó ként, és a Szent István jött hozzá, és így lett a Nőjegyi Szent István Borlovagrend. Én úgy gondolom, hogy azt a 17 évet mind kulturálisan, mind maga a szervezet, úgy gondolom én, hogy alapvetően a funkcióját, a célja alapszabályban megfogalmazott, azt betöltötte. És valóban én úgy láttam, én 5 éve vagyok tagja, vagy foglalkozom a borrenddel, mint tag, és most mint a borrend elnöke, hogy inkább zárt rendezvényeink voltak, sőt, inkább volt egy olyan kritikai észrevételem is önmagunkkal szembe, hogy lassan magunkat hagyományozzuk, azaz a rendezvényeinket hagyományozzuk, és nem lépünk ki ebből a körből, holott én úgy gondolom, hogy akár a hagyományteremtés tekintetében, de főleg a borászat, szőlészet, mint szakmai tevékenységgel kapcsolatosan igenis nyitottabbnak kell lenni. Annál is inkább nyitottabbnak kell lenni ennek az egész szervezetnek, mert a tagokat tekintve és az érdeklődést is tekintve két irányú az érdeklődés. A tagságban inkább nagyobb pincészetek jelennek meg, akiknek természetszerűleg gazdasági, piaci és egyéb olyan szempontjaik vannak, amiket szeretnének ezekben a borrendi mozgalmakban megtestesíteni. Ez jellemző egyébként az egész országban. Most volt éppen országos közgyűlésünk, másodszor vettem részt rajta, figyelem azokat az eseményeket, ezeknek a hangulatát is természetesen, és ebből próbálok következtetéseket levonni a saját értékrendünkre is. Igen, ez nyilvánvaló, hiszen az elmúlt időszakban mondjuk ki a neveket, hiszen nagyszerű borászatok, nagyszerű eredményeinek tapsolhattunk, örülhettünk, kóstolhatták ezt a nemes nedűt. Gondolok itt a csóbor, a lics, a páncél, a hegedűs, és az összes többek között ön is nyerte. Ön volt az egyik, aki úgymond kispincészet. És a többség nem öreghegyi. Ugye tudomásul kell vennünk, hogy ez így alakult, hiszen beépült a régi Öreghegy, ami egy szőlőtermő, nagyszerű szőlőtermő vidék volt, viszont szükség van a kis borászatokra is, a kicsikre, akikre lehet építeni a közeljövőben, tehát tágítani azt a kört, akik ebben a munkában, ebben a misszióban részt vesznek. Igen, így van.
És engem természetszerűleg egy másfajta összefüggés is bizonyos értelemben foglalkoztat, ez pedig miután közgazdász vagyok, és gazdaság földrajzal is kellett valamikor foglalkozunk tanulni, én figyelemmel kísérem ilyen szempontból is, hogy mondjuk Székesfehérvár borászati értéke. Tehát ha elhelyezzük az országban, hisz azért mezőgazdasági szempontból ez a megye egy fejlett mezőgazdasággal rendelkezik. De ha megnézzük az országban a borászati elhelyezkedés szempontjából, akkor azt kell mondjam, hogy a legkisebb Mór ugyan tradicionális egy borvidék, tehát egy ugyan jól bevezetett borvidék történelmi múltjával együtt, de a legkisebb borvidék az országban. És én úgy gondolom, hogy ha végig gondoljuk, hogy milyen adottságai vannak ebből a szempontból a megyének, akkor azért ez többet ér, csak a kérdés az, hogy ezt hogy tudjuk megjeleníteni. Hogy ez a megye tulajdonképpen borászati szempontból, szőlészeti szempontból mit ér, és van még egy érdekes összefüggés, és milyen hatással van ez a város turisztikai értékére, vagy a megye turisztikai értékére, és azt kell mondjam, hogy a borok minősége megtalálja a helyét, de nem találja meg azt a széles érdeklődést turisztikai vagy egyéb szempontból is, amit ez a megye borászata, szőlészete úgy gondolom, hogy megérdemelne. Igen, tehát ha ezt vizsgáljuk, akkor nyilvánvaló az Etyek Budai, az már távol a fekszik, de a Velencei tó, a Sukorói dombság környéke ideális arra, hogy Székesfehérvár szűkenvet agglomerációs övezetében is elinduljon egy úton. Így van. Tehát ez az alapja a történetnek. Ez az alapja a történetnek, vagy nézzük meg, hogy azt a szép adottságot, mert a Velencei egység megkínál ebből a szempontból is. Én úgy gondolom, hogy nem hozza azt az értéket, és nem tud rákapcsolódni úgy a városra ez a történet, mint ahogy én ezt magam magyán elképzelném, nem szeretném túlértékelni természetesen ezeket a dolgokat. Hogy fogod hozzá? Hiszen ezt tudom, számtalanszor beszéltünk róla röviden. Most viszont van idő, hogy végignézzük, hogy mi minden kell ahhoz, hogy ezek az elképzelések megvalósulhassanak. Hát én kezdeném először talán a saját történetünkkel, hisz ugye az a legfontosabb, hogy minden, van 5 hivatalosan bejegyzett Borrenda megyébe, ugye gyorsan fel tudom sorolni, Mór, Csókakő, Velence, Adony, mi. Az egyik legfontosabb dolog abban a szempontból, hogy mindnyájan valamiféle összehangolt módon végezzük a munkánkat, egymás segítve, kiegészítve. Ez egy fontos dolog. Erre kezdeményeztem én egyébként a múlt év végén egy olyan találkozót, ahol megerősítettük azt a szándékot, hogy mindig másút, de összehangoljuk az éves programjainkat, és megpróbálunk egy olyan együttes megfelelést, hogy az a fajta szándék, amiről az előbb beszéltem, hogy hozzuk jobban be a város irányába ezeket a környékbeli borászatokat, vagy emeljük a minőséget, amiről is szeretnék külön is kitérni a legutóbbi borverseny és bor mustra eredményét és alkalmát is felhasználva, hogy van egy talán még érdekes és izgalmas szempont, amiről óvatosan szeretnék szintén beszélni, ami nekem nem tetszik. Vannak bizonyos vállalkozások, amelyek különböző gazdasági érdekekből megjelenítik itt ilyen borkostolós rendezvényeket, amikben én úgy gondolom, hogy nem elsődlegesen az a szempont, hogy bemutassuk a megye borászatát, a borait, hanem inkább valami egyéb olyan gazdasági érdekek húzódnak meg mellette, hogy éppen bort értékesítik a borait, éppen Badacsonyit, éppen innen, onnan, amonnan, és ezek a borok itt megjelennek, és sokkal nagyobb hírverést kapnak adott esetben, mint a mi saját környezetünk, a város környezetében létező borászatok. Tehát ez egy kihívás olyan szempontból is, amit én nagyon szeretném, ha ennek lenne foganatja, és az, hogy igen, mi legyünk az elsők, legyünk meghatározóak ezekben a kérdésekben, hisz van mit megmutatnunk. Tehát van mivel emelni a város értékét, értékrendjét ebből a szempontból is, természetesen megfelelő kulturált körülmények között. Ez egy nagyon fontos kérdésnek számít. Igen, mert ha úgy nézzük, bármennyire is jól csinálta az előző vezetés, eddig volt 1-2-3 bormustra, aztán volt borverseny, és volt a királyi napok keretében, az öreghegyi mulatságok keretében egy felvonulás, illetve egy konferencia az utolsó 2-3 évben, ugye igen. A Borrendek Országos Tanácsa is itt vendégeskedett Fehérváron. Tehát ennél önök többet akarnak, illetve másként.
mindent, és majd, ha sorra kerülhet az ezévi programtervünk, akkor abból látszik, hogy mindent meghagytunk, és meghagyunk az, ami a történeti értékekhez fontos lehet, és ezt célszerű és érdemes tovább is képviselni. Viszont talán más módon, más hangsúlyokkal kell ezeket a kérdéseket nekünk rendezni, és én talán még azt is elmerem mondani, hogy számomra marketing fontos, de én az egész életemet más területen töltöttem, és számomra akár tudományosan, vagy egyébként a munkavitelében nem jelentett akkora szerepet a marketing, mint az elvégzett munka mennyisége, minősége. És egy kicsit úgy vagyok én ezzel a borászattal is, hogy adjuk meg a tiszteletet annak a munkának, amit el kell végezni ahhoz, hogy jó borok legyenek, ez legyen az alapja, és nem nélkülözheti a marketinget, de ezt fölcserélni, világos, úgy gondolom, nem lehet. Tehát nyilván a borkészítés, illetve a termesztési hagyományokat meg kell őrizni, ugyanakkor lépést kell tartani a korral. Természetesen. És még csak annyiban szeretnék visszatérni itt a város értékrendjét növelő koncepcióra, hogy igazság szerint mindennel rendelkezünk, minden adottsággal, de ha most azt mondom én, hogy a múltbéli dolgok tekintetében össze lehet-e hasonlítani Székesfehérvárt és környezetét Egerrel, Szekszárddal, akkor azt kell mondjam, hogy sajnos nem. De az messze nem biztos, hogy nincsenek jó boraink, és nincsen megfelelő értékrendünk ezekben a kérdésekben, de nem volt meg az a városhoz tapadó, borászati érték, amit most csak úgy megjelzem, hogy Szekszárdra nem lehetne csak úgy bevinni innen-onnan borokat, mert hisz morálisan az a kérdés, ott másképp merül fel. Az ő borászati értékrendje azt nem tűri el, hogy valakik is, ez egy fontos dolog, ennyiben tiszteljük azt a helyet, ahova megyünk. Ma Székesfehérváron nem tud megtörténni még, hogy itt tiszteletben tartanánk, és ha ide akar jönni valaki, és szeretné a borát itt reklámozni és forgalmazni, akkor már csak az elvárás lenne, hogy legalább az itt lévő, vagy éppen Móron, vagy éppen a Velencei tónál tartsa tiszteletbe azt a fajta követelményt, úgysem tiltanánk, de elvárnánk, hogy legalább a hozzájárulásunkat kérje meg. Ez egy rangot jelent. Na, ez a rang nincs meg. No, miként kívánják ezt elérni? Ez sok-sok apró lépcső. Igen. Tehát nem lehet berúgni az ajtót, ez nyilvánvaló. Igen. Viszont lehet olyan intézkedéseket hozni, illetve tapasztalati tény, hogy lehet olyan a tagságot úgy meggyőzni, hogy kezdjenek el egy új borkultúrát, tehát a minőség javítása érdekében. Ezt sokkal nagyobb és szélesebb területen alkalmazzák, és akkor szépen megjön az eredmény. Így van. Én úgy gondolom, hogy a saját borainkat, legyen az a Móri borvidék, legyen az a Velencei-tő környéke, tehát mi magunkat ugye természetesen ide soroljuk elsődlegesen, hisz a borászatunk alapvetően itt vannak, és hát vannak a kis borászatunk itt Székesfehérváron, akkor próbáljuk meg külön-külön ezt a témakört egy kicsit boncolgatni. No, akkor ennek tükrében nézzük a programot, igen, hiszen ez nyilván az idei év programja. Ugye túl vagyunk már egy bormustrán, ami egyben verseny volt. Igen. Ez már egy új dolog, hiszen igen, én magam is ott voltam, beszámoltunk róla, nagyon sok borász új, igen, résztvevő is jelentkezett erre a borversenyre vagy mustrára. Ott volt a szakértő zsűri, remek borok voltak, igen, nagyszerű eredmények születtek, tehát ez már egy lépés. Így van. Tehát ez egy olyan lépés, én úgy gondolom, hogy ha most kiemeljük a nagyobb borászatokat, akik azért mégiscsak a minősítésben elvitték a aranyérmeknek szinte a teljes mennyiségét, ők fették le, de jönnek föl a kisebb borászatok is, mert ez is érmes borok között találunk, sőt, közelítik a pontszámokat tekintve az aranyérmes borokat is néhányan, de mi ezt külön kezeljük. Mi a rangot elsődlegesen úgy gondoljuk, hogy a nagy borászatokon keresztül természetesen a többi, tehát a többi borvidékkel, Csókakővel, Mórral, Velencei tóval, de még Adonyt is ide sorolva, azt kell mondjam, hogy csak egy összefogással és egy olyan fajta borászati rendezvénnyel, amit szeretnénk bevezetni, nem titkolom el, hogy mi erre készítettünk egy pályázatot, nem csak erre a témakörre, három témakörre, de ebből most kiemelném ezt az egyet, szeretnénk elsőként az országban megvalósítani egy olyan címet, hogy a Vármegye bora. Tehát ha ezt most szó szerint értem, Fejér Vármegye bora. Ugyanis a zászlós borokon túl, mint ahogy megvan Mórnak,
csókának mindenkinek a maga, nekünk is ugye az engővel a zászlósborunk, úgy gondoljuk, hogy emelkedjünk most e fölé, és hozzuk létre a megye legjobb borát, mert hisz ez majd, ez lenne a legnagyobb rang. Ami a legközelebb már reprezentálja a Vármegyét. Ez reprezentálja a Vármegyét, és minősített borokból. Igen. Tehát ezt minden évben egy bor nyerhetné el, de ez rangot emel. Tehát ez emelné a megmaradna a zászlósbor is, természetesen mindenkinek ez helyi értékű dolog, és egy ilyen úgynevezett vármegyebor, ezt szeretném is levédeni, ezt a címet, természetesen csak Fejér megye értelmében, bár ugye ez egy olyan kezdeményezés is lehet, amit mások ugyanígy utánozhatnak, hiszen az ország borászati szempontjait figyelembe véve ez egy értékes elem lehet, akár az egész országra tekintve. Tehát rang. Egy rang, igen, ez lenne a helyi rangok közül talán a legnagyobb, és egy vonzerő, mert egy ilyen címért érdemes küzdeni, és nem egy megszokottság, hogy úgyis az én borom lesz aranyérmes, mert én már abban a kategóriában vagyok, ez kizárólag minősített borokból lenne létrehozva, mégpedig nem is akármilyen szinten, független minősítőkkel. Tehát szigorú szabályok szerint meg kidolgozva. Azt is rögtön hozzáteszem, hogy mint a kezdeményezés lehet a miénk, de támogatás nélkül nem tudjuk. Tehát ebben kérjük természetesen a helyi országgyűlési képviselők támogatását, kérjük a önkormányzatoknak a támogatását szintén, és ebben fogunk komoly kezdeményezéseket tenni, természetesen főleg akkor, ha azt még nem szeretném most konkrétan időponthoz kötni, mert hisz a pályázatunk elbírálás alatt van. Pályázatról majd külön beszéltünk. Igen, jó, csak azért mondom, hogy addig nem szeretném ezt a dolgot talán túl. Akkor nézzük a programokat, hogy melyek... Programok. Mert ez egy dolog. Igen, igen, ez egy kiemelt fontos dolog. Ez kiemelt fontos, viszont a többi programpont pedig ezt segíti elő, hogy az imént elmondottakat, tehát szélesebb körben megismertetni a borkultúrát, tehát szőlészborászokkal mindenféle értelemben, ehhez nyilván olyan rendezvények kellenek, amelyek ezt elősegítik. Így van. Hát most ugye, most volt a közgyűlésünk, most hagytuk jóvá a ez évi programot, és beszámoltunk a múlt évnek a dolgairól. Úgy gondolom, hogy ezt korrektan és tisztességesen megtettük. Most már az időpontokat ugye inkább innen mondom, a aktualitástól. Ugye április 12-én volt a borversenyünk és a bormustra, aminek csak annyit szeretnék megismételni és hangsúlyozni, hogy azért elég szép mennyiségbe kerültek be borok itt a Velencétől környékén és a fehérvári területről is. Sőt, most van egy új elem ebbe, hogy azt gondoltuk, hogy bővítsük ezt a kört. Fehérváron lakó, de máshol szőlészkedőket is befogadunk, mert a konzultációnak ez egy érdekes eleme lehet, hogy hoznak mondjuk Somlóról vagy Badacsonyból, most csak konkrétan mondom, mert ez elő is fordult be borokat, össze tudjuk hasonlítani a mi dolgainkkal, és ez egy nagyon jó pofa érdekes dolog. Igen, volt. Hát hiszen itt vannak a borászok, azok a szakértők, az a szakmai grémium, aki hitelesen képviseli egyik oldalról általában a borkultúrát, igen, és a minőségre is figyel. Igen. Talán még egy dolgot ehhez azért megjegyzek, aminek örömet jelent mindenképpen, mert valamiféle érdekképviseletet végzünk mi ugye a borrenden keresztül, hogy a nagypincészeteink tulajdonosai fiatal emberek. Ez nekem különösképpen tetszik. Tehát ugye Csóbor, most a Bella pincészet, amelyik hát ugye a legújabb pincészetünk 5 aranyéremmel, igen finom, szép, harmonikus borokkal jelentek meg, és ahhoz képest, hogy egy fiatal borászatról beszélünk, 5 aranyémet tudott elérni, ami hát példaértékű. Igen. Példaértékű a többiek előtt is. Azt viszont, hogy hogyan tudjuk megalapozni azt a fajta tervet, amit az előbb említettem a megyei Vármegye borát illetően, ahhoz nagyon fontos együttműködés van a többiek, szükségeltetik a többiekkel, tehát a többi borrenddel, amelyek a megyében működnek. Erre pedig van olyan rendezvényünk, most csak megemlítem szintén, ennek hagyománya van, de úgy nézett ki, hogy megszakad, ezt mi közösen újraélesztettük. Ez a Fejér megyei borász-vadász-halász találkozó lesz Móron, ahol megint alkalom lesz arra, hogy megméretjük együtt magunkat. Tehát ez egy helyi rendezésű dolog. Tehát ebben tulajdonképpen
jó részt a megyei borászatok, halászatok, vadászatok. Igen, hát ennek hagyománya része, van. Van egy hagyománya, de kifulladóba volt, és úgy örömmel jelzem, hogy ez újra éledés, és úgy gondolom, hogy jó tartalommal meg tudjuk tölteni. Ami teljesen újszerű, az pedig a következő, és ezt nagyon fontosnak tartjuk a borok minősége szempontjából is. Ez pedig az úgynevezett szőlészeti, azaz szakmai napok. Két ilyen szakmai napot fogunk tartani. Egyet most tartunk április 25-én az Öregkegyi Kultúrházban. Ez egy nyitott rendezvény. Sőt, szeretném azt is jelezni, hogy készek vagyunk akár arra, hogy akár a város egészéről az érdeklődőket szeretettel várjuk. Ez egy olyan szakmai nap lenne, ahol nem is az a fajta előadás sorozat, ahol bejön most valamiféle vegyszereket értékesítő társa is majd tart nekünk egy nagy szakmai napot, hanem alapvetően tartunk egy előadást, hozzáértő szakember, Vinc Jóskát felkértük, aki nekünk borrendi tagunk, kertészmérnök, növénydoktor, tehát igazán jó szakértője a növényvédelemnek. Ez csak egy téma, de nem csak növényvédelemről van szó, hanem maga a szőlőművelés. Bizony új kihívások vannak a szőlőművelés tekintetében is, hisz ilyen éghajlati körülmények között, mint amiket most megélünk, a szőlészeknek ez nagyon komoly kihívás. Igen. Tehát egyrészt, hogy művelje a szőlőjét, sőt, mondok mást, telepítési, most beszéltem a borászat, a szőlőtelepítési időszakban vannak, telepítenek, nagyon meg kell választani, mit telepítsen, hogy gondozza, hogy kezelje, milyen növényvédelmet alkalmazzon, és végső soron az is nagyon fontos, hogy hogyan szüretelje. Tehát a jó bornak a megalapozása sajnálatos módon nem a mostól kezdődik, hanem már a szőlészeti tevékenységben. Igen, világos. Hát erről nyilván beszámolunk majd, és hogyan tovább, hiszen ez az alap, ugye erről Igen. beszéltünk. Ezt követően, ami minket foglalkoztat még, de most csak a rendezvények tekintetében, van egy hagyományos rendezvény, ez a Szent Donál kápolnai búcsú. Én ezen kétszer vettem részt eddig, és azt tapasztaltam, hogy ez egy jó közösségteremtő, hagyományokkal rendelkező rendezvény, de talán lehetne szélesebb kör. Olyan tekintetben is nem szabad elfelejteni, hogy ennek a hagyománya jó részt onnan táplálkozik, az én ismereteim szerint, hogy valamikor a nagy szőlőbirtokok, ami az Öreghegyen léteztek, és ugye amiről mi beszélünk hagyomány őrzés és teremtés szempontjából, ezek a felsővárosi, ennek a szőlőknek jó részt felsővárosi tulajdonosai voltak. Igen. Sőt, tulajdonosa volt maga az akkori önkormányzat. Tehát itt a birtok testek és a birtok tulajdonok, azok olyan módon néztek ki, hogy kevésbé az Öreghegyen lakok, hanem jó részt inkább a felsővárosi. Tehát természetesen mindenhonnan voltak, de főleg onnan voltak. Igen. Ha ezt a hagyományt nézzük, akkor látom, hogy van egy szép felvonulás, ilyen körmenet jellege, de messze nem. Én úgy gondolom, hogy ez talán lehetne szebben, jobban a hagyományokra építve, és az Öreg egy történethez kapcsolva végezni. Mi ebben kezdeményezők lehetünk, segítők lehetünk, de meghatározóak, úgy gondolom nem, hisz ez egy alapvetően egyházi rendezvény, de én úgy gondolom, hogy ezt lehetne bővíteni. De így van, a felajánlás az már is él, tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó gondolat. Igen. Ami hagyományos rendezvény, az az Öreghegyi Mulatságoknak a rendezvénye. Mi ezen megjelenünk, ez egy ilyen regionális jellegű rendezvény, tehát megyén belüli társborrendekkel együtt jelenünk itt meg. Ennek van egy érdekes hagyománya, újszerű, hogy a jelenlévőket megkínáljuk borral, helyi borokkal, elsődlegesen, tehát öreghegyi borokkal. Annál is inkább fontos dolog ez, mert sokat beszélünk a borról, sokat beszélünk hagyományőrzésről, de amikor van egy rendezvény, nem jelenik meg a bor. Na most, hogy ennek mik az akadályai, hogy mondjuk azért, mert jövedéki adóval terhelt termékről van szó, és nem egyszerű a boroknak a megjelenítése. Én úgy gondolom, hogy megkínálni én szerintem meg lehet az embereket ingyen, természetesen borárusításról van szó, de le kell törölni
törölni a borrendről ezt az úgynevezett száraz borrendi megjelenést, tehát a rendezvényeink tekintetében, amelyek erre alkalmasak természetesen. Ilyen az öreghegyi rendezvény, de ilyen lenne a királyi napokon történő rendezvényünk is, hogy furcsa számomra, hogyha van egy móri rendezvény, de lehet elmenni Badacsonyba, el lehet menni bárhova, ott mindig az van, hogy az ott résztvevőket valamilyen szinten megkínálják a helyi borokkal. Tehát ez egy szép gesztus. Na most ezt, ha nehéz is, de én szeretném, ha bevezetnénk itt is. Tehát, hogy ne az legyen, hogy végigvonulunk, most hála Isten újszerű, hogy el tudunk menni az országalmánál, egy kicsit megkínáljuk ott a környéket, már ez megtörtént. De az lenne jó, ha följönnének velünk egészen a színpadig, és közben ott a színpad környékén, tehát vagy éppen menet közben. Tehát hogy legyen ennek egy ilyen jópofa hagyománya, hogy a helyi borokkal megkínáljuk a közönséget, és ez eljuthat netán egyszer odáig ez is, hogy ugyan, mint morra látom, akik kijönnek, melóg a nyakukba a pohár, mert tudják, hogy lesz egy ilyen történet. És ez egy idegenforgalmi érdekesség. Hát én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez nem oldít meg, nem tudom mi alapvető kérdéseket, de mindenképpen hozzátartozna magának a rendezvénynek hát ez remek gondolat stílusához. Tehát ez augusztus 20-áig. Igen, itt van egy olyan problémánk, ugye az augusztus 20-a rendezvény, ez bonyolult város. Sísz szempontból. Hát olyan értem, hogy augusztus 20-án van a közgyűlés is. Na most az időpontnál vannak egyeztetési kérdések. Mi általában 6 órakor szoktunk színpadon lenni. 6 órakor nem tudunk színpadon lenni, mert összetalálkoznánk. Tehát mi mennénk fölfele az országalmától, a nagy rendezvény jön lefele a megyetanács, vagy a megye önkormányzatnál tartott közgyűlésre. Tehát ott nem jó. Tehát egyeztetésről van szó, valószínűleg 18-án leszünk, mert 19-én viszont az Öreghegyen az kötött, hogy 18-án leszünk színpadon, de van egy másik probléma is. Ezzel mi szeretnénk, ugye általában itt megjelenik egy 40 borrend az országból. Ez az egyébként csak megjegyzem, hogy annak ellenére, hogy nem vagyunk a leghíresebb borvidékek központjaként jelezve, de maga a történelmi esemény, a királyi napok, az vonzó. Tehát önmagában vonzó, mi ennek nagyon örülünk, csak egy a baj, hogy ezt a rendezvényünket szintén szeretném kulturáltabbá tenni megjelenésében. Tehát mondok egy példát, nem elég az, hogy megtartjuk ezt az avatást, ceremóniát, hanem ez kicsit szórakoztatóbbnak kéne lenni. Tehát mondok egy példát, ha lenne helyünk, akkor egy kis néptánc csoporttal, valakikkel, tehát valamilyen plusz népies, hagyománytörző dologgal összekötve szeretném ezt a dolgot a továbbiakban valami módon, ha meg tudnánk oldani. A város ebben partner, de annyira le vannak kötve ekkor a különböző egyéb területek is, hogy ez nem egy egyszerű történet. Sajnos. A másik pedig az, hogy most új elemként hallom, hogy a színpad még jobban le lesz kötve, mert nem csak a néptánc csoportoknak a zenei háttere van fönt a színpadon, hanem van ez a új zenekarunk, bocsánat, kérek tőlük, hírt el akartam mondani. Ars Oratoria kórus, igen, és de hogy most ugye az a baj, hogy színpadot jobban el kell foglalni, tehát több technika lesz fönt a színpadon, és ezért kisebb hely marad az ilyen típusú rendezvények megtartására. Ebben még folynak egyeztetések, nem tudom, de mindenképpen támogat a város bennünket. Elnök úr, a időnk lejárt, viszont én azt, igen, tehát összegezzük, mindenképpen új programokkal készülnek, és nyilvánvaló, hogy egyre inkább bevonják a régi öreghegyi szőlőtermelőket is, illetve nem a várost, az agglomerációs övezetet és a megyét. Igen, és azt gondolom, hogy ez a jó út, ehhez kívánok jó munkát, és azt ígérem, hogy természetesen ezt a beszélgetést folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm, sajnálom, köszönöm kicsit szépen. Talán belebonyolódtam, de... Köszönöm, hogy megtisztelt, és én bízom benne, hogy az az út, amin elindultak, az beteljesíti mindazt, amit a Nóhegyi Szent István Borlovagrend megalakításakor tervbe vettek, és azt hiszem, hogy ez így van rendjén. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Mészárovics Imre volt, a Nóhegyi Szent István Borlovagrend nagymestere. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra.